Kodály Zoltánnal gyerekkoromban találkoztam, amikor még éretlen voltam arra, hogy megértsem. Részben a dalok szövegét nem értettem, részben pedig nem értettem azt, hogy a szolfézs órán miért kell a G-hangot hol így neveznünk, hol úgy neveznünk, amikor szolmizáltunk. És miután ezt a kínzó eszközt, a szolfézs órát Kodály módszernek nevezték, ez sokat rontott a kisebb gyermekkoromban hozzá fölépített, nem túl pozitív viszonyomhoz. Majd pedig, amikor a kisebbik fiam zeneakadémista lett és elkezdte tanulni Kodálynak a szólószonátáját, amelyről kiderült, hogy egy rendkívül bonyolult, rendkívül mély mű, és ugyanakkor a 20. század legnagyobb cselló darabja, és végighallgattam azt, hogy hogyan gyakorolja, illetőleg többször hallottam, hogy hogyan és miként adja elő, akkor teljes mértékben megváltozott a viszonyom Kodályhoz. Föltehetőleg nem csak amiatt, hogy elfogult voltam az eladó iránt, hanem föltehetőleg amiatt is, hogy én már megértem arra, hogy Kodályt megértsem.